Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Varga Miriam és Mihály Enikő, mindketten pszichológusok és mindketten a Drogpont munkatársai. Szeretettel köszöntelek benneteket, sziasztok! Köszönjük, szia! Köszönjük a meghívást! Az apropó, ami miatt itt ültök, talán a nézők emlékeznek rá, talán nem, de azért elmondjuk, hogy amikor Kriszti volt itt a Drogpontból, akkor beszéltünk róla, hogy ilyen nagyon konkrétumokat próbáljunk megmondani szülőknek, hogy mik is azok a jelek kamaszkor tájékán, amikre érdemes figyelni, amikre érdemes a kamaszoknak a szüleinek a figyelmét felhívni, hogy hogyan is bánjanak ezekkel a kamaszokkal. Hát, ti nagyon profik vagytok ebben mind a ketten, azért is ültök itt a stúdióban, úgyhogy tőletek kérünk segítséget, mert akinek van egy kis kamasz gyereke, vagy kezd már nagy kamasz lenni, annak ugye előbb-utóbb elgurul a gyógyszer. Elkezdenek cikkeket olvasni, vagy nem is olvasnak cikkeket, csak azt mondják, hogy én nekem az én cuki aranyos gyerekem az így ennyi volt, meghűlt, most mi legyen. Tehát próbáljuk egy kicsit körülírni, nem tudom, melyikőtök lesz majd az, aki elmagyarázza, hogy mi is ez a változás ilyenkor a gyerekekben, hogy tényleg volt egy helyes, aranyos kis harmadikos, negyedikes gyerekem, aztán ötödik, hatodik, hetedikre olahüle lett szegényke, akár fiú, akár lány, hogy nem ismernek rá a szülei. Mitől van ez? Mi ez a kamaszkor? Igen, hát a kamaszkor ugye az egy nagyon speciális élethelyzet, életciklus, ezt normatív krízisnek nevezzük, amikor eljut egy olyan fázisba a gyerek, amikor ugye egyik egy kisgyerekkorból már egy kis eldülőkorba lép, amikor már kinyílik jobban a világ felé, távolodik a szüleitől, és számára is nehéz ez a változás, és a szülők számára is ugye. Tehát, hogy kezd eltávolodni már, és inkább a kortárs csoport lesz a fontosabb. Honnan vesszük ezt észre? Ugye a szülők azok észreveszik, hogy kamasz a gyereke a különböző jelekből, de hogy a kamaszban mi történik? Mert azt kéne megtudni, vagy megérteni egy kicsit legalább a szülőnek, hogy mi az, ami a kamaszban ilyenkor lezajlik, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk hozzá, és azt mondjuk, hogy jó van, ilyen vagy, meg olyan vagy, de azért. Igen, kezdeném ott, hogy ha már van egy jó kialakult kapcsolat a szülő és a gyerek között, akkor ugye könnyebben át lehet hidalni ezeket az életszakaszokat. Ilyenkor a kamasz befelé fordulóbb, csendesebb, kevesebbet oszt meg a saját világából a szülő felé, és ez jó, ha a szülő mondjuk elfogadóan elfogadja, vagy empatikusan áll hozzá. Tehát, hogy nem kritizálja, nem fogadja, nem jár a nyakára, hanem hagyja, hogy amikor a nyit a serdülő felé, akkor ő mint ott van, mint egy támasz. Tehát, hogy ez egy fontos dolog lehetne akár. Tehát, hogy várjuk meg mindig, amikor azt mondja a serdülő, hogy most beszélni akarok veled, mindegy, ha az este 10 óra, vagy reggel fél, kettő, igen, vagy és valami. Akkor viszont nagyon ott kell lenni a szülőnek nyitottan, és meghallgatni. Tehát, hogy jelenléttel legyen ott a szülő. Hogy ez de mit érez belül ez a kis kamasz? Ezt meg tudjátok magyarázni? Vagy visszatud valaki erre, akár a tanulmányaitokból, akár így, hogy ilyenkor mi zajlik benne, hogy így sehova se tartozok, se felnőtt nem vagyok, se gyerek nem vagyok, vagy ez egyetlen tudatosul így, vagy ez csak így a fizikai létszintjén érzem, hogy valami nem stimmel. Tehát, hogy ilyen mi zajlik benne? Igen. Hát, tulajdonképpen ez maga a serdülőkornak a lényege, meg az eszenciája, hogy ki vagyok én. Mi itt a feladatom? Hogy tudok beilleszkedni a társadalomba? Hogy tudok egyáltalán a saját családomba beilleszkedni? Mert gyereknek már nem érzem magam, felnőtt még teljesen egyértelműen nem vagyok. Tehát akkor ki is vagyok én? Milyen tulajdonságaim vannak? És ugye azért van ez a nagyon sok határsértés, meg határfeszegetés, mert keresik saját magukat a világban. Hova tudják magukat passzolni? Különböző stílusokat próbálgatnak, különböző személyiségjegyeket. Nyilván ezért van nagyon nagy szerepe ilyenkor a kortársaknak, hogy ők merre haladnak, ők ezt hogy élik meg, hogy érzik magukat, kicsit jobban befele fordulnak, vagy pont, hogy esetleg elkezdődik az otthonról eljárogatás, bulizgatás, nem tudom, sporttevékenységekbe valaki bekapcsolódik-e, annak azért elég jó megtartó közege tud lenni. Viszont ez meg egyénenként nagyon változó, hogy konkrétan milyen érzelmeken mennek keresztül, és ki hogyan éli meg. Tehát, csak kamilláznak a szülők, hogy megint egy pillanatban szeret, a másik pillanatban meg hú, már nincs is az ajtón, már festék sem, meg semmi sem, mert már becsapódott, és órákon keresztül nem jön elő. Ezek nem egyszerűek, de akkor azt mondjátok, hogy akkor kommunikáció, meg akkor itt ezek szerint nem csak a serdülők szüleinek kellene nagyon figyelni most, hanem akik kicsit előbbre járnak. Mert a serdülőkorig nem fogtuk meg azt a gyereket, vagy nincs az a kapcsolat, ugye azt próbáltad mondani, Miriam, akkor az onnantól kezdve veszett fejszet, tehát azért onnantól kezdve sokkal nehezebb dolga van a szülőnek.
Így van, tehát hogy az inkább a sokkal nehezebb, nem mondom, hogy veszed fejsze, de azért föl kell zárkózni, és meg kell alapozni ezt a kapcsolatot, úgy, mint minden más kapcsolatot is, itt a serdülőnél, meg még visszatérve, hogy kicsit ez a meg nem értettség is van, bennük van, tehát hogy engem ne senki nem ért meg. Ez egy fontos, mondjuk egy érzelem a serdülőnél, és jó, hogyha a szülő ezt a támaszt nyújtja, hogy ott vagyok, láthatatlan vagyok, de mindig fordulhat hozzám. Tehát, hogy ezzel talán így könnyebben át lehet vészelni ezt a nehéz időszakot. Egyébként minden, mikor jön ez el egyáltalán? Tehát ez általában hány éves kor körül, akkor azt tisztázzuk, hogy ha valaki most úgy képben van ezzel, mennyit kell még kibírnia, vagy az elején tart, vagy a közepén, hogy így körülbelül mennyi időszakot vesz az igénybe a gyerekek és a szülők életéből. Igen, ez olyan 9-10 éves korba kezdődik el, és 13-14 a kis kamasz, és 16-17 meg már maga a serdülőkor. Tehát, hogy azért ez ilyen... Ennél nem egy rövid szakasz, igen, az életben. Úgyhogy 16-17, ugye kb. Így ez a kor, ami úgy... Tetőzik. Hát akkor tetőzik. Tetőzik. Ez akarom kérdezni, a csúcspont. Csúcspont inkább, igen. És minden gyereknél ez eljön, vagy van, akinél ez kimarad, és hogyha esetleg kimarad, vagy csendesebb ez a sztori, akkor baj van-e? Azért itt vannak nagy egyéni eltérések, ugye, ahogy már korábban is mondtuk, hogy azért mindenkinek más a személyisége, más az alap, más a családi háttér egyáltalán. Tehát mennyire kap teret az a gyerek otthon, hogy kibontakozzon, és mennyire feszegetheti azokat a határokat. Tehát a szülők gyerekkorban mennyire rugalmas, vagy pont, hogy mennyire merev keretek közé próbálták szorítani a gyermeket. Mennyi feladatot kap otthon, mekkora felelősséget próbálnak rá átruházni. Tehát akire mondjuk, vagy aki úgy érzi, hogy rá nagyobb felelősség hárul, több mindent várnak el a szülők, fenn kell tartani egy kvázi látszatot, ő nem biztos, hogy annyira megmeri engedni magának, hogy ebből a szerepből kilép, és valami ilyen extrém serdülő magatartást fog tanúsítani. Neki lehet, hogy ez később fog bekövetkezni, mondjuk amikor egyetemre megy például. Tehát egy ilyen késleltetett szerepkeresés lesz neki, mikor már a szülői kontroll elől kikerül. De van, aki ennek ellenére is ugyanúgy végigmegy ezeken a folyamatokon. Azt most úgy levettem, amit mondtatok, hogy olyan, hogy normális, meg középút, tehát amúgy sincs, de hogy ebben a szakaszban meg biztos, hogy nincs. Tehát, hogy ilyet nem tudunk levonni következtetésként. De valahol mégis talán az a jó, hogyha a szülő enged. Tehát azt mondja, hogy most nyelek kettőt, aztán jó van, csináld a dolgodat. Nyilván a saját kereteken belül, tehát hogy a kárt ne okozzon magába még másokba, tehát ezt nyilván ezt szem előtt véve. De hogy ilyenkor az a jó, ha hagyjuk? Ezt kell mondjam, hogy igen. Tehát, hogy minél inkább ugye szűkebbek a keretek, annál datosabban ellenáll a gyerek. Tehát inkább ellenállást vált ki mondjuk a szülői magatartás a gyerekben. Tehát jobb, hogyha van egyfajta szabadság. Jó, hogy vannak keretek, de nem túl szigorú keretek. És hogy azokat mondjuk számon kérheti is a szülő. De azért legyen meg az a bizalom a gyereke felé, hogy jól neveltem, akkor nem csinál olyan nagy butaságot, és itt vagyok neked, tehát hogy legyenek meg ezek a biztos pontok. Tehát ezeket így el kell mondani, le kell fektetni, vagy esetleg együtt meghozni ezek a szabályokat. Kicsiknél az beszokott válni, nem tudom, kamaszoknál mennyire, hogy akkor jó, akkor beszéljük meg, hogy te hogy látod, én hogy látom, és akkor kettő között valamiben megegyezünk, vagy közelítünk hozzád, és akkor azt úgy azért tudják tartani, mi a tapasztalat. Szerintem a kompromisszum az nagyon fontos minden esetben, tehát kellenek a határok, kellenek a szabályok, tehát mindenképpen keretek közé kell szorítani a nevelést, meg a kamaszokat, ugyanúgy, ahogy gyerekkorban is fel lettek állítva ezek a családi szabályok. Viszont serdülőkorra ezeket érdemes rugalmasabbá tenni, és tényleg igazítani ahhoz, hogy magának a serdülőnek mire van szüksége. Mert neki is vannak meglátásai, neki is vannak igényei. Ha ezeket egyértelműen tudják kommunikálni, mert megvan a családban az az intimitás és az a biztonság, akkor azt gondolom, hogy ezek a keretek tényleg rugalmasan hozzáigazíthatók ahhoz, hogy a serdülő is viszonylag komfortosan érezze magát, illetve a szülő is. Tehát mindenképpen kell a szülői határozottság és háttér ahhoz, hogy a gyerek is biztonságban érezhesse magát, de ahogy az már elhangzott, hogy a túl merev szabályok, azok pont az ellentétébe fognak átfordulni a kamasz fejébe. Meg hát ugye hol próbálja ki magát a kis kamasz, hanem a családba? Tehát, hogyha már valahol más közegbe próbálja ki magát, akkor az már a gáz. Tehát, hogyha a családba
le tudja üvölteni anya-apa fejét, és akkor ebből az úgy nagyjából le van rendezve az ügy, vagy meg tudják beszélni, ez egy viszonylag normális dolog. De hogyha ugyanez már kint történik, mondjuk a nyílt téren egy idős nénivel, egy tanárral, én nem tudom, azért az már elárul valamit, tehát az már nem biztos, hogy a normál viselkedési körbe beletartozik. Ugye jól látom én ezt, vagy nem? Vagy még ez is belefér? Hát ezért kamaszkorban így a felnőttekkel, meg az autoritás személyekkel szemben, és ebben egyébként mondjuk a pedagógusok is beletartoznak, van egy alapvető lázadás és ellentmondás, hogy úgyse tudja, hogy mit érzek, úgyse tudja, hogy mi megyek keresztül, tehát hogy akkor nekem ne akarja megmondani, hogy mit csináljak, mert én ezt úgyis jobban tudom. Tehát bizonyos keretek között ez is azt gondolom, hogy belefér, mert próbálgatja saját magát, próbálgatja feszegetni másoknak a határait is, kinél meddig lehet elmenni. Mi egyáltalán a norma az, ami még belefér másoknál, tehát meddig mehetek el, hol vannak a saját határaim. Az, hogy ez mikor fordul át mondjuk devianciába, tehát hogyha ez így évekig ez megy folyamatosan, és tényleg nem lehet megzabolázni azt a gyereket, akkor már lehet, hogy érdemes komolyabban leülni, beszélgetni erről, hogy miért is csinálja ezt, miért van erre szükség. A devianciákról majd fogunk még beszélgetni mindenképpen, mert azt gondolom, hogy ez is, illetve ez a ti fő területetek, de mindenképpen fontosnak éreztem, hogy ezeket a kereteket így a kamaszokról tisztázzuk le, hogy miért is ilyen ez a kamasz, meg hogy normális az, meg hogy működik. Ha deviancia van, már pedig azért előfordult, ti ezt nálatok jobban nem tudja senki más, akkor mit csináljon a szülő? Hova fordulhat? Mit lépjen? Vannak erre megfelelő helyek, hogyha a szülő maga nem tud most már nem tud mit tenni abban a helyzetben, tehát a beszélgetés már nem segít, akkor mondjuk el lehet vinni tényleg egy olyan szakemberhez, aki ebben mondjuk sokkal jártasabb, tehát pszichológushoz akár. Mondtam, hogy itt a városon belül esetleg itt mondjam, tehát hogy hová lehet. Persze, tehát persze. Itt a Család és Gyermekjóléti Központba esetleg oda el lehet vinni a gyermeket, vagy a nevelési tanácsadóba, tehát ott foglalkoznak végül is ezekkel a problémákkal. És akkor szülő, gyerek együtt elmegy, és akkor megpróbálnak valami megoldást erre találni. Így van. A szülőnek is ilyenkor menni kell, járni kell, vagy mi a tapasztalatotok, elég a gyereken egy-két gombot elcsavarni, és akkor megjavul a történet? Általában érdemes a szülőket is, illetve a családot bevonni ebbe az egészben, hiszen az a gyermek elsődleges közege. És nagyon fontos, hogy a szülők milyen magatartást tanúsítanak velük szemben. Tehát amit itten kiemelnék, az mindenképpen az empátia és a tolerancia. Tehát nem szabad minősíteni a gyereket azért, mert valami olyat csinált, ami mondjuk számunkra felnőttként elfogadhatatlan. Kicsit meg kell próbálni mögé látni, hogy miért csinálhatja ezt, mire lehet ez neki a reakció. Tehát nagyon fontos az értő figyelem, és erre van, hogy külön meg kell tanítani a szülőket, hogy tényleg ítélkezésmentesen, feltétel nélkül tudjon fordulni a gyermek felé. Hát akkor legközelebb majd ez lesz a témánk, ígérjétek meg nekem, hogy eljöttök, mert azért nagyon sok ilyen deviáns magatartás van, amin lehet javítani, amin lehet változtatni, amire, hogyha a szülők egy kis időt, energiát fektetnek, akkor mindenképpen a végére ott a kicsusszanhat egy egészséges és tényleg egy normálisan működő felnőtt majd, hogyha ez a kamaszkor elmúlik, és mindent levett köztünk, azért nagyjából a legvégén általában ez történik, hogy azért visszatérnek ők a normális kerékvágásba, csak hát ugye ez egy hosszú út mindenki számára, a gyerek számára is, meg a szülő számára is, és hát ezen a hosszú úton mindenkinek van mit tanulni, meg van mit tenni, és van mit tennivalója, úgyhogy ezekről a tennivalókról kérlek, hogy majd gyertek el és beszélgessünk legközelebb, mert szerintem ez is nagyon sokat segítene még a szülőknek, hogy nincsenek egyedül, tehát mindenkinek van egy tök hülye gyerek előbb-utóbb, és mindenkinek lesz egy tök normális gyerek előbb-utóbb. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy most itt voltatok, és akkor egy ígéret, hogy legközelebb is megérkeztek. Köszönöm rendben, szépen. Rendben, mi is köszönjük szépen a meghívást. Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!